A világ legnépesebb országának nem csak a lakossága és a területe, hanem a múltja is igen nagy. Talán pont a gazdag történelme miatt lehet olyan sok érdekességet találni róla. Íme 25 tény Kínáról. Kína a világ legnagyobb termékexportőre és a második legnagyobb importőre az Egyesült Államok után. Több mint 30 millió kínai ember barlangokban él. 1949 óta Kínában csak egyetlen időzóna van a korábbi 5 helyett. Emiatt a téli időszakban az ország nyugati részein az is előfordul, hogy a nap csak délelőtt 10 órakor kel fel. Kína és Makao határán található egy különlegesen kialakított híd, amely lehetővé teszi a váltást a jobb és a baloldali közlekedési forma között. San Francisco légszennyezettségének egyharmada Kínából érkezik. A nagyfokú szennyezettség miatt Kínában közel 700 millió ember nem jut tiszta ivóvízhez. A világ zokniainak egyharmada egy Datang nevű kínai városban készül, amit egyébként zokni városnak is neveznek. Évente 8 milliárd pár zoknit gyártanak itt. A kínai tinédzserek 80-90%-a rövidlátó. Kínában kötelező a kozmetikai szereket állatokon tesztelni, amíg például az Európai Unióban ez szigorúan tilos. A Hongkongi Műszaki Egyetemen melltartó tanulmányokba is le lehet diplomázni. 5 naponta egy újabb felhőkarcoló készül el Kínában. Kínában a cenzúra szót cenzúrázzák. A világon lévő sertések fele Kínában található. Kínában átnevelő táborokat tartanak fent az internetfüggő fiatalok kezelésére. A 2010-es évek végén Kínában divattá vált a házi állatok bundáját befesteni, hogy más vadon élő állatokra hasonlítsanak. Évente 4 millió macskát fogyasztanak el Kínában ínyenségként, Yulin városában pedig évente fesztivált tartanak, ahol több ezer kutyát és macskát mészárolnak le és esznek meg. 1973-ban Kína vezetője Mao Zedong felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy adnak nekik 10 millió kínai nőt, hogy orvosolják az ország népességfogyását, valamint ezzel egy időben Kína túlnépesedését. Kína 2011 eleje és 2013 vége között több cementet használt fel, mint az USA az egész 20. században. 2013-ben egy kínai állatkert nagy felháborodást keltett, amikor oroszlánnak akartak beállítani egy tibeti masztifot. A tehetős kínaiak dublőreket bérelnek fel, hogy ők teljesítsék helyettük a börtönbüntetésüket. A világon lévő összes panda Kína tulajdonát képezi. 2014-től a kínai médiában tilos szóvicceket és szójátékokat használni, mivel a kormány szerint az nyelvi káoszhoz vezethet. A történelem leghalálosabb földrengése Kína Shaanxi tartományában volt 1556-ban, amely 830 ezer emberi életet követelt. Kínában azokat a nőket, akik a 20-as éveik végére nem házasulnak meg, Shengnu-nak nevezik, ami maradék nőt jelent. Az első feljegyzés a marihuána orvosi célú használatáról Kínából származik időszámításunk előtt 2700-ból.